Bár a nyár legfőképpen a pihenésről szól, ezért mégis érdemes ilyenkor is figyelni a munkaerőpiaci lehetőségekre. Katkics Attila a HR szakemberrel arról fogunk most beszélgetni, hogy miért is érdemes nyitott szemmel járni a nyári időszakban is, hogyha adott esetben munkát szeretnénk találni. Örülünk, hogy itt vagy, szervusz! Szervusz! Köszönöm a meghívást, szervusztok! Véleményed szerint miért lehet egy érdekes időszak, ugyanúgy álláskeresés időszaka tekintetében a nyár? Egyrésztről, hogyha jelöltként nézem, akkor kisebb a konkurencia, tehát kevesebben pályáznak. Munkáltatói oldalon pedig szintén kisebb a konkurencia, hiszen sokkal kevesebben kínálnak állást. Abszolút nem lehetetlen jó, tehát senkit nem szeretnék arról lebeszélni, hogy próbálkozzon nyáron állást keresni, mert igenis lehet. Egy apróságot kell figyelembe venni, tehát jelöltként mindenképpen azt, hogy egy picit hosszabb azért a folyamat, hiszen munkáltatói oldalon is szabadságon vannak, illetve hát munkáltatói oldalon pedig azt, hogy a jelöltek is szabadságukat töltik. Mennyire gyakori az, hogy a munkavállalók úgy döntenek nyáron, hogy nyáron szeretnének váltani, és mi lehet ennek az oka? Jellemző, hogy az emberek, amikor pihennek, átgondolják az életüket, a szakmai életüket, konzultálnak esetleg a családdal, barátokkal. Tehát abszolút jellemző, hogy amikor az ember egy picit tud pihenni, átgondolja az életét, és hoz egy megfontolt döntést, és nekiáll. Milyen pozíciókban, vagy milyen területeken látsz mozgolódást nyári időszakokban? Alapvetően nincs olyan terület, amit kizárhatunk, tekintettel arra, hogy azért minden ágazatra jellemző a munkaerőhiány. A nyári időszakra jellemző egyébként a diák munka, tehát a nyári munka, illetve nyilván az idény munkák, az időszakos munkák mezőgazdaságban, illetve logisztikában. A munkáltatók ugye ilyenkor is azért hirdetnek meg álláslehetőségeket, de azért talán akkor kevesebb közül válogathatunk, és ugye lelassul a kiválasztási folyamat, mint ahogy említetted is, a szabadságolások miatt. Abszolút, igen, tehát valamivel kevesebb az álláslehetőség, holott én azt vettem észre az elmúlt esztendőben, mert ez tavaly is egyébként jellemző volt, hogy egyre többen igyekeznek előre gondolkozni és megpróbálni azokat az állásokat, amik egyébként ősszel megpályáz, ősszel betölthetők, azokat már nyáron kiírni, tekintettel arra, hogy így sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudnak munkaerőhöz jutni. Ahogy említetted is, vannak, akik akár egy nyaralás folyamán döntenek úgy, hogy akkor változtatnak az életükön, új állást, új szakmát akarnak maguknak keresni vagy találni. Mik a legfontosabb lépések ilyenkor véleményed szerint? Mit kell saját magunkban eldönteni, és milyen útra kell lépni ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, és sikeresen tudjunk munkát találni. Legyen az a döntés megfontolt, tehát tényleg konzultáljunk családdal, barátokkal, kollégákkal, volt kollégákkal. Ha tényleg nincs út, és már pedig manapság egyik munkáltató sem engedheti meg magának azt, hogy egy alapvetően jó szakembert elengedjen. Ha ez a beszélgetés megtörtént, vagy úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk folytatni, akkor a pályázati anyagunkat hozzuk úgymond rendbe, tehát első körben az önéletrajzunkkal foglalkozzunk. Ha úgy gondoljuk, hogy készen vagyunk, akkor pedig adjuk oda egy olyan embernek, akinek a véleményére egyébként adunk, aki azokat a fontos dolgokat le tudja csekkolni. Mostanában egyébként mik az önéletrajzok jellemzői? Mire kell odafigyelni, amikor elkészítjük az önéletrajzot? A HR szakemberek jellemzően 5-10 másodperc alatt döntenek arról, hogy valakit behívnak-e vagy sem. Tehát 5-10 másodperc van arra, hogy az az önéletrajz, amit a pályázó beadott, az elnyerje a tetszést. Ehhez nagyon sok mindenre figyelni kell. Az első, hogy legyen egy jó kép, tehát legyen egy jó fénykép. Nem kell műtermi, de ne legyen levágott bulifotó. Pedig azt is olvastam, hogy hogy inkább ne rakjanak fényképet a CV-re. De rakjanak, mert nagyon sok esetben karakterkeresésekről beszélünk, tehát amikor már egy kialakult csapathoz szeretnénk további munkaerőt felvenni, ott pedig igenis fontos, hogy valaki mondjuk hogy néz ki, azért bizonyos karakterjegyek megállapíthatók. Hogyha eljutunk egy személyes interjúig, akkor mi az, amire oda kell figyelni, és ha most ezt specializáljuk a nyári időszakra, akkor ezt nem jut mondjuk az, hogy adott esetben valaki úgy gondolhatja, hogy elindul mondjuk a rövidgatyában, vagy egy pólóban. Ez akár kizáró ok is lehet? A munkakörök zömében igen, tehát rövid nadrágban ne induljunk neki. Azért manapság nagyon jellemző, hogy az első körös interjúkat akár időgazdaságossági szempontokból online folytatják le, ott pedig egy ing és egy sort tökéletesen megfelelő, de egyéb iránt, hogyha ha behívnak bennünket, akkor öltözünk fel. Itt nagyon fontos, hogy az interjú egy stressz helyzet, tehát fontos, hogy önazonos ruhát vegyünk fel. Milyen tipikus hibák vannak ilyenkor a munkavállalóknál, amit a munkáltatók megfigyelnek egy-egy állásinterjú során? Mit érdemes elkerülnie a munkakeresőnek?
Hát először is ismerjük az önéletrajzunkat, tehát amit beleírtunk, azt tudjuk is. Hazudni nem szabad. Kérdezzünk, merjünk jelöltként kérdezni, készüljünk elő például, tehát nagyon fontos az, hogy készüljünk fel abból a vállalatból, ahová szeretnénk egyébként menni, ahová pályázunk, beszéljünk ismerősökkel, barátokkal, nézzünk utána az interneten, ezek nagyon fontos dolgok. A kérdésekről ugye ejtettem szót, egyébként pedig ahogy említettem, ez egy stressz helyzet, tehát mindenféleképpen tervezzünk előre, hogy jutunk el oda, mit veszünk fel. Ne késünk, pontosan. Ez egy rendkívül kellemetlen dolog tud lenni, amikor valaki késik. Véleményed szerint milyen időközönként érdemes átgondolni a szakmai életünket, az esetleges újítást, mi általában azt, ahol tartunk? Régen, ez 10 év volt legalább, most már ez szűkül, és három év alatt van pillanatnyilag. Tehát három év leszűkült. Alatt. Nagyon leszűkült, igen. Nyilván ez egy generációs kérdés is lett tehát mostanság, de igazából ez egy 3-5 év között volt, nagyjából egy 5 évvel ezelőtt. Ez most 3 év alatt van. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok hasznos információt, hogyha esetleg valaki állásinterjúra menne, akkor szerintem most ebből a beszélgetésből sokat tanulhatott. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást.